Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, ez pedig a Nap Híre. Nagyon köszönöm, hogy támogatnak, köszönöm, hogy már ennyien regisztráltak a közönség találkozónkra, ami lényegében nem is közönség találkozó, hanem egy klub jellegű rendezvény, a Deep Stage Klub, amelynek az első alkalmára február 24-én este 18 órakor kerül sor a Három Gunnar rendezvényház Picasso termében. Nagy örömmel jelentem be, hogy Vukics Ferenc lesz a vendégünk, a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem Alapítvány alapítója, a szilajcsikó.hu főmunkatársa és katonai szakértő, és készüljenek kérdésekkel, mert szerintem nagyon szívesen fog válaszolni a rázósabjaira is, és aki tőlem akar kérdezni, az is nyugodtan kérdezhet. Nem fogunk abszolút ellenállni, és arra szeretném kérni Önöket, hogy amennyiben szeretnének eljönni, regisztráljanak, mert a terem befogadó képessége az korlátozott, és így nem biztos, hogy beférnek, hogyha nem tudjuk, hogy szándékoznak eljönni, azok fognak előnyben részesülni, akik beregisztráltak. Kicsit úgy gondoltam, hogy beszélnünk kellene az amerikai elnökválasztásról, bár egy kicsit messziről fogok indítani, ugyanis azért gondolkoztunk el ezen a férjemmel, mert láttunk egy hírt csütörtökön arról, hogy Ken Paxton, a texasi államügyész, bepereli Joe Biden-t azért, mert aláírt egy 1,7 ezer milliós költekezési csomagot, tehát ez megint csak egy olyan csomag, ami egyébként valószínűleg jól beindítja majd még inkább a vágtató inflációt Amerikában. De ugye Paxtonnak nem ez a problémája, hanem van ez a vita arról, hogy lehet-e megbízott segítségével szavazni. Mert ugye amíg a pandémia tombolt, addig rengeteg szenátor, meg rengeteg képviselő úgy szavazott a különböző ügyekben, hogy megbíztak egy meghatalmazottat, és akkor azt szavazott helyettük. És úgy tűnik, hogy ezt a költségvetési csomagot, amit most legutóbb úgymond elfogadott a képviselőház, mert ugye ezek még mindig érvényben levő szabályok, ezeket a képviselők jelentős része ilyen meghatalmazott útján fogadta el, és ugye erről már régóta vitatkoznak, hogy ezt is hatályon kívül kellene helyezni, mert ugye nem azok az emberek szavaztak, akik bejutottak a képviselőházba, hanem a meghatalmazottjaik. Amennyire ez működik például egy közös képviseleti lakógyűlésen, ott is igazából aggályos sok szempontból, de ettől függetlenül ott azért mégsem egy egész nemzetnek a léte vagy a sorsa van befolyásolva, hanem csak mondjuk a házzal kapcsolatos ügyek. Itt ez eléggé durva, pontosan azért, mert ugye ez az 1,7 ezer millió dollár, ez azért nem egy kis összeg. És hát, hogyha innen nézzük, akkor azt is lehetne gondolni, hogy Paxton ezzel igazából már a következő évi elnökválasztási kampányra készül, vagy legalábbis ennek van ez az egész alárendelve, mert ugye pont arról beszélgettünk, hogy most kell eljutni erre a pontra, tehát hogy igazából lehetett volna már egy csomó mindent megkérdőjelezni, meg lehetett volna már más ügyekben is eljárást indítani, mert nem ez az első olyan dolog, ami nyilvánvalóan mutatja, hogy mindent megtesznek a demokraták, amit csak akarnak, teljesen mindegy, hogy ki a ház, kinek van a házban többsége, vagy a kongresszusban. Szóval nagy kérdés volt a számunkra, hogy miért most. És hát gyanús, hogy az elnökválasztási kampány lehet a hátterében, és ugye már most elkezdtek a jelöltek szivárogni, tehát tudjuk azt például, hogy Trump mindenképpen újra indulni fog, bár az a véleményem, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha inkább visszahúzódna, és megfontolná, hogy nyíltan kit támogat, hanem egyszerűen csak kivárna. Olyan szinten próbálják el lehetetleníteni, meg olyan ellentmondásos figura, hogy lehet kontraproduktív az is, hogyha valaki mögé teljes mellszélességgel beáll támogatóként. Tehát lehet, hogy egy kicsit visszább kéne vennie, bár ezt talán nem nagyon láttuk tőle még az elnöksége alatt sem, tehát biztos, hogy Trump indulni fog. Aztán ugye várjuk, hogy Ron DeSantis is bejelentse, hogy indul az elnökválasztáson. Ugye a texasi kormányzó, a floridai kormányzó abszolút esélyes, vagy legalábbis mi így kívülről, a másik kontinensről úgy gondoljuk, hogy akár még győzhet is, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha győzne, mert ő például Trumpnak a viselkedését is egy kicsit utánozza, meg a Trump által képviselt ügyeket is valószínűleg tovább vinni, ami lényegében mindenkinek egy nyerő szituáció, mert DeSantis fiatal, mert Trumphoz meg Bidenhez képest,
és jó esélye van nyerni, mert hogy nagyon népszerű Floridában. Ugye az ő nevéhez köthető a gyermekvédelmi törvény, amit Floridában a miénkhez hasonló gyermek, tehát a mi gyermekvédelmi törvényünk mintájára csináltak, meg hát megleckéztette a Disney-t is, amely megpróbálta ezt az indoktrinációt a gyerekek fejébe, és DeSantis meg egyértelműen kinyilvánította, hogy jó, hogyha bele akartok szólni itt az abortusz kérdésekbe például, mert ugye ott is szigorítottak, akkor mi meg elvesztük tőletek a kivételes, a kiváltságos adófizetői státuszt, és akkor nyugodtan fizessétek be azt az adót, amit az összes többi vállalkozás is befizet pont az abban a régióban. Szóval a Disney nem járt jól azzal, hogy elkezdte ebben az ügyben hallatni a hangját, mert ugye pont a Disneynek nem kellett volna belemászni ebbe az abortusz kérdésbe, de teljesen mindegy is ez. Szóval DeSantis elég karakán, meg ugye hallottuk a Martha's Vineyard-os sztorit is, amikor felültette a menekülteket, akik megérkeztek az ajtajához, felültette a repülőre, elszállították őket Martha's Vineyard-ra, ahonnét a Nemzeti Gárda kellett, hogy elszállítsa őket, pedig ugye nyilván nem voltak agresszívek, de hát ez egy ekkora probléma, hogy felhívja a figyelmet rá, hogy nem egy jó helyzet van a déli határain az Egyesült Államoknak, szóval szerintem nagyon jó jelölt lenne, de még várjuk, hogy ez bejelentse. Viszont mellette Nikki Haley Trump idejében az ENSZ-be delegált amerikai nagykövet bejelentette, hogy ő indulni fog a választásokon. Ami azért nagyon jó, mert Nikki Haley akkor is nagyon népszerű volt, amikor Trump volt az elnök, és azóta is népszerű, tehát nem került a süllyesztőbe Trumppal együtt, úgy idézőjelbe véve. És ugye ő is egy nagyon tisztes családanya, abszolút morálisan semmiféle kivetnivalót nem lehet találni benne, nagyon szimpatikus, ugye az ENSZ-ben nagyon sokszor felszólalt Izrael érdekében, ami azért nagyon jó, mert ezzel ez a nagy bizonytalanság, ami most a Biden kormányzat hathatós működése nyomán Izrael és Amerika között kialakult, ezzel meg tud szűnni, mert ugye Nikki Haley nagyon-nagyon nyíltan Izrael párti. Tehát ez egy jó dolog lehet, hogyha ő is ringbe száll, és azért két jó jelölt közül mindig jobb választani, mint egy csomó idióta közül kiválasztani a legkisebb idiótát, ami pedig várható a demokrata oldalon. Ugye ott is most próbálják valahogy megakadályozni, hogy Joe Biden kijelentse, hogy ő is indulni akar. Ugye egyértelmű, hogy Kamala Harris újra ringbe fog szállni, ő már próbálkozott ezen az előző választáson is. Ugye erről is többször beszéltem már, hogy miután kiszórták a demokrata konvenciónak a tagjai a jelöltek közül, még 16 másik jelölt volt versenyben, ami ugye arra utal, hogy hát nem tartották túlságosan alkalmasnak arra, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen, na most ezzel az akarattal szemben vette maga mellé Joe Biden alelnöknek. Lehetséges, hogy ez az alelnöki pozíció ez fel fogja újra buzdítani arra Kamalát, hogy megpróbálkozzon még egyszer az elnökválasztással, és hát mindannyiunk érdekében remélem, hogy a demokrata konvenció újra úgy fog dönteni, hogy teljesen alkalmatlan és páros lábbal kirúgja az egész placról. Akkor ugye ott azért vannak érdekes személyek, tehát ott van Bernie Sanders, róla is rengeteget beszéltem már. Ő ugye nem tudja elengedni, hogy valószínűleg soha az életben nem lesz az Egyesült Államok elnöke. Ő egy ilyen totálisan vérkommunista. Ő róla mindenki tudja, hogy teljesen szélsőbalos demokrata politikus, és hát ő neki azért voltak próbálkozásai, bár most nagy a csend körülötte, de nagyon könnyen előfordulhat, hogy újra előkerül. Aztán ott van az indián Elizabeth Warren, aki polkorettségből megpróbálta bebizonyítani, hogy neki a felmenői között benszülött amerikaiak is találhatók, amivel kb. Nevetség tárgyává vált, mert azért ő nem úgy nézett ki, mint aki egy rezervátumban nőtt fel, vagy legalábbis nem is, mint akinek olyan rokonai vannak, akik rezervátumban nőttek föl, szóval az egészen látszott, hogy ilyen politikai fogás, és nem is nagyon tudott igazából politikai program témában sem labdába rúgni, szóval bár valószínű, hogy azért ez nem fogja zavarni abban, hogy újrainduljon. És hát ugye ott van Buttigieg, a kedves, kicsit fura, homoszexuális polgármesterünk, aki a wokizmusnak a kirakat embere, a kedves férjével együtt, bár őtől se hallottunk épkézláb megnyilvánulást az elmúlt 4 évben, és a Trump ideje alatt is nagyon-nagyon keveset, tehát ő is lehet, hogy csak azért gondolja, hogy van esélye, mert hogy ő lehet a kirakat ember újra, mert hogy megfelel a nagy szélsőbalos wokizmusnak.
bár akkor lehet, hogy több esélye lenne, ha transznemű lenne, de ugye ezt azért már nem biztos, hogy bevállalja. És hát Beto O'Rourke volt még, aki felmerült, bevándorló, hátterű, fiatal. Hogyha lenne valami értelmes program, amit a kezébe lehetne adni, akkor még esélye is lehetne talán. De ő is teljesen olyan volt, mint Kamala Harris, teljesen színtelen, szaktalan, nem nagyon tudtak semmi olyat mondani a nagy masszán kívül, ami olyan egyedivé tette volna őket. És hát itt következett Joe Biden, aki ugye pontosan alkalmas volt arra, hogy a háttérhatalomnak az összes parancsát szó nélkül teljesítse. Nincs is más választása, mert ugye egyedül még szerintem azt se tudja eldönteni, hogy a jövő héten mi legyen a programja. Szóval az az igazság, hogy nagyon érdekes küzdelemnek nézünk elébe, és én kíváncsi vagyok, hogy majd szépen sorban jelentik be, hogy indulnak az elnökválasztáson a politikusok, ki lesz az, aki majd a demokrata oldalon végül a befutó lesz. Bár én nagyon remélem, hogy semmi esélye nem lesz a republikánus jelöltekkel szemben, és akkor talán még van esélye egy pár jó évre az Egyesült Államoknak is. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, holnap még jövök egy nap hírével, és ugye mivel nem tudtunk hozzájutni a Soros beszédhez, ezért Soros Média Birodalmáról fogok holnap délután még egy hosszabb felvételt közzétenni, és hát hogyha sikerül, akkor abban a pillanatban ki fogom tenni a Soros beszédet, ahogy a kezemet rá tudom tenni valamilyen formában. Addig is legyenek türelemmel, és hallgassák a többi videómat, iratkozzanak fel a csatornára, és hát jöjjenek el a jövő hét pénteken Kecskemétre, beszélgessünk egyet a Deep Stage Klubban, a Három Gunner rendezvényhez Picasso termében, 6 órakor kezdünk. Addig is vigyázzanak magukra, legyen nagyon szép napjuk a viszonthallásra.